Széncinege énekel az egyik maroshegyi faágán. Hamarosan valószínűleg még hangosabban szól majd a dal, ugyanis a szakemberek több olyan odút is kihelyeztek a területen, amibe cinegefajok és csúszkák is szívesen raknak fészket. Ezek a madarak szívesen költöznek odvas korhat fákba, de ezeket gyakran a városban balesetvédelmi okok miatt kivágják. Ezeket pótolják a kihelyezett odúk. A kezdeményezés nem csak a madaraknak hasznos. Az intézmények közelében vannak, játszóterek közelében, ott közvetlen közelről megfigyelhetik ezeknek a madaraknak a költését, a családok, gyerekek, iskolások, úgyhogy jön ez ilyen környezetnevelési szempontból is egy nagyon jó dolog. Az ötlet egy maroshegyi lakótól származik, aki felkereste ezzel a városrész önkormányzati képviselőjét. Breyer Éva örömét fejezte ki a megvalósult fejlesztés kapcsán. Mindenki egy emberként akarta, és hát én ebben most túl a célon, ebben azért hihetetlen nagy erő van. Én szeretem azt, ha valamit nem úgy közelítünk meg, hogy ne csináljuk meg. Szeretem azt a dinamikát, amikor mindannyian egyet akarunk, és azt nézzük, hogy hogy csinálhatjuk ezt meg. És hát ez ennek egy gyönyörű példája. Az odúk a Gárdonyi Géza művelődési házban kapták végleges formájukat és külsejüket egy családi délutánon. A projekthez kapcsolódó következő esemény az odúkba beköltözött madarak gyűrűzése lesz majd. Leszabadtuk ugye ezeknek a madároduknak ugye a fa alapanyagát, és Köpf Jenő maroshegyi faesztergályos jött az ő vezetésével, állíthatták össze ezeket a B-típusú madárodukat a családok, amit nagyon-nagyon élveztek, és nagyon várták, hogy mikor kerül ez ki. A művelődési ház környékére, a rádió lakótelepre, a maroshegyi óvoda és a Táncsis Mihály általános iskola udvarára, a Szent Kristófház környékére és a Sóstóvadvédelmi központba is helyeztek ki odúkat, amiből összesen 30 darab készült.